1956. október 23-a egy olyan esemény, amelynek ismerete és megértése fontos a fiatalság számára. A Sárospataki II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulói színvonalas műsort adtak elő a művelődés házában. A műsor célja a megemlékezésen túl az információ átadás is volt a fiatalság számára. Azt gondolom, hogy a nemzeti ünnepek közül ez a legfiatalabb ünnep, és erről tudunk legkevesebbet. A fiatalok, a mi diákjaink is természetesen még csak most kóstolgatják, tanulgatják, holott abban az eseményben résztvevő emberek köztünk élnek. A nemzeti tudat fejlesztése is az, hogy a gyerekekben ennek az ünnepnek a miben létét megértessük, fontos, hogy együtt ünnepeljük a magyar szabadságharcot, és fontos, hogy együtt emlékezzünk meg a 1956-os eseményekről. A tanulók már szeptembertől készültek az előadásra. A felső tagozatosok vállalták azt, hogy egy színpadi műsort állítanak össze, és adják elő az egész tanulói ifjúság előtt is, a kollégák előtt. A betanító tanárnők elmondták, ahhoz, hogy a gyerekek jól játsszák a szerepüket, pontos történelmi háttérre volt szükségük. Először a történelmi kort szerettük volna a gyerekeknek megmutatni, amiben ezek az események zajlottak, és a díszlettel, a jelmezzel, a korhű jelmezzel és a korhű díszlettel pedig szerettük volna a kornak a hangulatát visszaadni, hogy azok a gyerekek, akik itt a műsort végignézik, hogy valamilyen elképzelésük legyen. Az előadás végén egy kérdés hangzott el, az, hogy a ma fiatalsága megtennie, harcolna a szabadságért. Mi úgy gondoljuk, hogy fontos ezen nekünk is elgondolkodnunk, hogyha mi kerülhetnénk esetleg egy ehhez hasonló helyzetbe. Lennénk ennyire bátrak, mint amikor ezek az emberek éltek, és bátran felvállalták tetteiket, és nyilván tudjuk, hogy milyen börtönbüntetést kaptak ezért, és a mai gyerek, a mai ember, hogy ezt megtennie, mi ezt egy költői kérdésnek fogalmaztuk meg, és hát mindenkitől azt várjuk, hogy gondolkodjon el ezen.